Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. Mondhatnánk azt is, hogy egy ünnepi külön kiadás, így március 15-e kapcsán nem is hívhattunk volna más, mint Gerő András professzorurat, történészt, egyetemi tanárt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm, és a üdvözlöm a nézőket is. Volt korábban egy interjúja, amelyben azt említette, hogy 1848 49 az egy olyan fontos időszak volt a magyar történelemben, mint gyakorlatilag az államalapítás, ez mint a második államalapítás volt. Mi azonban a közhiedelemben, vagy a közvélemény nem így szokott gondolni rá, hanem ugye csak a március 15-i eseményekre. Miért ez egy ennyire fontos dolog a mai magyar történelemben? Hát sok szempontból én egyébként úgy hívtam, hogy ez a polgári állam alapítás, hogy az első Szent Istvánhoz kötődik, amikor a magyar állam, mint intézményes szerkezet létrejött. De ugye a magyar állam most már több mint ezer éves, és az az, az igazság, hogy az idők során, hogy így mondjam, szüksége volt megújításra. Tehát a Szent Istváni állam, az nagyon stabilan kitartott, de egy idő után meg kellett újulni, újulni a sokok miatt, méghozzá egy polgári tartalommal. És ezért hívom 48-49-et polgári államalapításnak, mert mindazokat a 19. században már kimunkált értékeket szárkoztatta magához, amelyek akkor korszerűnek számítottak, és máig gyakorlatilag élnek. Egyfelől felvetette, ez egy emancipációs mozgalom volt, egy emancipációs áttörés. Fölvetette a társadalmi emancipációt, ezt közönségesen kötelező örökváltságnak hívjuk, másképpen jobbágy felszabadításnak. Több millió ember jutott tulajdonhoz, illetve mentesült a feudális szolgáltatások terháról. Ezen kívül egy állampolgári emancipáció nevezhetjük szabadságnak is, törvény előtti egyenlőség, sajtószabadság és a többi, tehát az ilyen polgári jogok tekintetében volt egy áttörés. Nemzeti értelemben volt egy áttörés, a nemzeti szimbolika ekkor teremtődött meg abban az értelemben, hogy az állam is elismerte, például a nemzeti színek. 48-as, 21-es törvény rögzítette, hogy a piros, fehér, zöld. Nos, ezek a magyar színek. És persze egy államjogi dimenzió is volt ennek, mert Magyarország egy önrendelkezéses állapottól 49 re eljutotta addig, hogy az európai úgymond független státuszok sorába emelkedett. Ez nem tudott megmaradni, abban az értelemben, hogy nem volt sikeres az egész folyamat, de mégiscsak deklarálták először az állami függetlenséget. Éppen ezért azt gondolom, hogy itt a nemzeti szuverenitás, a... a, a Polgári szabadságjogok, a, 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 az állami szuverenitás tekintetében volt az a mozzanat, 48-49, ami méltóvá teszi a polgári államalapítás, hát hogy így mondjam, minősítésre. A szocializmus alatt ott milyen narratívák éltek, hogyan fordították le a, a szocializmusban, akkor az akkori politikai vezetés milyen fajta emlékezetpolitikát használt? Hát attól függ, hogy mert ugye ez, ez is a szocialista időszak is e, korszakokra bomlik. <laughs> Ugyan e, 1948-ban még nagyon nagy ünnepségek voltak március 15-én, mert az volt a centenárium a, a, a forradalom századik évfordulója, és utána a rákosiek megszüntették március 15-e nemzeti ünnep jellegét, e, gyakorlatilag nem volt nemzeti e, ünnep a dolgozók kérésére. Tehát ez volt a... A dolgozók sokat akartak dolgozni, és úgy gondolták, hogy felesleges ez a munkaszüneti nap. És egyben egy olyan narratívát hoztak létre, egyébként ez aztán a Kádár rendszert is áthatotta, ahol volt a... a, a ahol három hős figura volt, a Kossuth, aki egy ilyen prekommunista néptribunnak volt bemutatva, a Petőfi, mint a lánglelkű értelmiségi, és a dolgozó osztályú képviselőként Táncsics Mihály. Széchenyi, meg Deák, meg ezt elfelejtették. Battyányi Lajos, pláne Gróf, vagy Isten Na most a 56-nak követelése volt, hogy március, mint ahogy az egész nemzeti szuverenitást követelte, hogy március 15-e legyen e, nemzeti ünnep, a kádárék megígérték, és természetesen 57-ben megint csak a dolgozók kérésére úgy döntöttek, hogy de, de mégse. Úgyhogy a rendszerben se volt ez e, állami ünnep, az iskolákban megemlékeztek róla, e, de a rendszer ugyanúgy föntartott ezt a e, Kossuth-Petőfi-Táncsics Háromságot, de a 80-as évektől már hozzázárkózottak olyan emberek is, mint Batyányi Széchenyi, Tehát, hogy milyen lazult e tekintetben a rendszer, és végeredményben csak a 80-as évek végén, a 90, 90 körül lett hivatalosan állami ünnep, március 15-e. Tehát a szocialista időszak egyáltalán nem bánt egy ke kesztyűskézzel e tekintetben március 15-tel, és ami ő fontosnak tartott, abból teljesen szelektíve kiemel dolgokat, ástilizálta őket, és így tálalta a népnek. Az akkori kor dokumentumok vagy visszaemlékezésekben elhangzik az is, hogy tulajdonképpen az állam kisajátította magának március 15-ét, hiszen például 1986-ban ugye a Lánchidi csata, Tulajdonképpen abból alakult ki, hogy akkor a központi rendezvények után még a lakosság egy része Budapesten kimaradt az utcákon, és, és más módokon emlékezett meg március 15-éről, mint ahogy azt a központi akarat szerette Igen. volna. De nézzé, azt akarom mondani, hogy ez a március 15 egy olyan történet, hogy ennek alapvetően mini volt egy ilyen ellenzék is tehát ugye, amikor 1849-ben először megünnepelték, akkor Kossuth kifakadt, ugye, gyakorlatilag ő volt uralkodó helyzetben, hogy mit kell ünnepelni ezen a kis Pesti Csetepatén. Tehát így hívta, Pesti Csetepaténak hívta. Igen, mert neki nem, a, nem az volt az érdeke akkor, hogy a, a, a mondjuk a radikális gondolkodásúakról szóljon ez a történet, ő egy hatalmi helyzetben volt, ő éppen konszolidálni akart. Akkor az a neoabszolutizmus teljesen elfolytotta ezt a történetet, mármint a, 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 megtorlásos időszaktól, aztán a, a, Ferenc József uralmának első időszaka, és 1860-ban e, megint előjött már 15, ami egy diák tüntetés volt, halálos áldozattal, megint egy ellenzéki dolog volt. És a, a dualista időszakban, 67-es, 67 után pedig az állam hosszú-hosszú ilyen, ilyen kilódás után úgy döntött, hogy ő április 11-éből csinál ünnepet. Ez a 48-as áprilisi törvények szentesítésének a napja volt, de nem március 15-ből. Tehát március 15 megint ott maradt egy ellenzéki fületnél. A hortiék 1927-ben döntöttek úgy, hogy állami ünnep lesz. De ott meg a, a baloldali ellenzék ö, ö, használta ki ezt, és mindegy, voltak ilyen baloldali tömörülések, mint Márciusi Front a 30-as évektől. Tehát én antifasiszta jelleggel kezdték ezt kihasználni. Úgyhogy a kommunistáknak ebben az értelemben nehéz dolgok volt, mert a március 15-ben mindig ott volt az ellenzék is és amikor ők voltak hatalmon, akkor szembesültek azzal, hogy ezt az egész 48-as világot, amit ők ki akartak sajátítani, ezt 56-ban a pofájukba kapták, pont ellenkező, ellenzéki, hogy így mondjam, tartalommal, mert ha megnézi, 56-nak egyetlen egy saját szimbóluma volt a Lukas zászló. De tudjuk, hogy a Luk helyére a Kossuth címert akarták tenni. A felkelők. De ugyanakkor nemzetőr, nemzetőrök voltak, nemzetőrkarcsalag, tehát a, a Petőfi körből jött értelmiségi mozgalomként ez az egész folyamat. Tehát, hogy a, 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 a kommunista vezetés megkapta azt, hogy 48-49 ebben az értelemben továbbra is ellenzéki. ellenzéki. És amikor a, a rendszert meg akarták dönteni, a, de már a 80-as évektől ez, de már 70-es évekbe is, a március 15-én szerveztek alternatív tüntetéseket. Amely a rendszer kitalálta annak innen a forradalmi ifjúsági napokat. Ez három tavaszi évfordulót jelentett: március 15, ugye 48, a kommun évfordulóját március 21, és április 4-e, ahogy ők mondták, hazánk felszabadulásának évfordulója. Ezek voltak a forradalmi ifjúsági napok. És a, 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 magyar, a magyar fiatalok, a 70-es évektől ezt folyamatosan megkérdőjelezték. Tehát március 15-e mindig bal, balhés nap volt a hatalom szempontjából. És a rendszerváltásnál is, hát nem véletlen, hogy a március a 48-hoz kötődő szimbolika abszolút előjött. Orbán Viktor miniszterelnök a beszédeiben azért március 15-e kapcsán mindig igyekszik beállítani azt a történelmi párhuzamot, hogy az a fajta nemzeti szuverenitás küzdelem, amit akkor akkori hazafiai vívtak. Az gyakorlatilag ugyanaz a fajta küzdelem, amit ő vív. Ezek a fajta történelmi párhuzamok mennyire állnak meg? Nézze, mindegyik politikai hatalom használni akart ezt a tőkét, amit 48-49 jelent. Ahogy ha, ha igazam és Szent István a magyar államlapítás, 48 pedig a polgári államlapítás, ezek olyan tőke elemek, amik eh, eh, hosszú távon használhatók. Szent Istvánt is használják, ugye, bármennyire idő is telt el, a 48 is ilyen. Tehát az nem kárhoztatom, hogy valamelyik politikai hatalom, vagy mindegyik használni akarja a 48-t, mert azért lehet használni, mert tőke. És egy tőkét megforgat az ember. Érdekes módon 1919-et senki nem akarja használni a kommint. Nem tudom miért, de, nem. de azért nem akarják használni, mert nem egy tőke. Nem lehet vele mit kezdeni. 48-an lehet mit kezdeni. Itt a nagy különbség az, hogy, hogy érdekes módon a, a, a magyar baloldal, amelyiknek mindig volt ellenzéki tradíciója is, tehát még a szocialista időszak előtt is, nem, valamilyen ok miatt nem tudja a nemzeti tartalmat használni, és 48-at nemzeti tartalom nélkül nehéz használni. Tehát valahogy a magyar baloldal be van oltva a nemzet ellen, a nemzeti tartalom ellen, ezért a, azzal a fajta logikával, amit egy jobboldali ideológikus keret szegez vele szembe, eszköztelen tehát akkor lenne eszköze, ha a nemzet a nemzetfogalomnak tudna más tartalmat is adni, mint mondjuk mint mondjuk, egy jobb oldali narratíva. Azért azt hozzá kell tenni, hogy voltak 2010 után is kormányellenes tüntetések március 15-én, és ott például a bal liberális ellenzék azért főleg a 12. pont bizonyos elemeit, például a sajtószabadság helyzetét, a média helyzetét de szokta az ilyenkor ki. De, de hogy ezek nem annyira erősek. Nem, nem annyira narratívák. erősek. Hát nem annyira erősek. a, 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 a Ma a, a világban az lehet azt mondani, hogy ez erodálódik. De különösen Közép-Kelet-Európában, de szerintem Nyugat-Európában is. Az, hogy mi a nemzet, ki hova tartozik, az egy alapkategória. Tehát felül lehet írni az Európai Unióval, de ez nem jelenti azt, hogy az Európai Unió ö, ö, az, 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 az kiiktatja az ki, az mondjuk a nemzeti elemet. Egy francia, az egy büszke francia. És persze adott esetben európai is. A németek egy más kérdés, mert ők annyira büszke németek voltak a 20. században is, hogy két világháborút vesztettek el ezen ok miatt. De a britek is büszkék arra, hogy ők britek. A spanyolok annyira büszkék arra, hogy spanyolok, hogy még a katalóniának nem is akarják megengedni, hogy egyáltalán szóba hozza, hogy kiváljon. Úgyhogy a nemzeti elem az továbbra is működik. Tehát amikor ha, ahogy maga mondja, úgymond demokratikus hiányosságok miatt, a sajtószabadság és a többi, akarnak piszkálni egy hatalmat, az nem ütős. Az nem ütős csak akkor, ha az adott hatalom igazából drasztikusan diktatórikus, akkor persze nem enged meg tüntetést, vagy vérbe folytja, és akkor mártírokat termel. De az a hatalom, amelyik nem nyíltan diktatórikus, az nem nélkülözheti a nemzeti tartalmat, pontosabban szóval az opozíció nem nélkülözheti a nemzeti tartalmat. Mert ez a legfontosabb. Nézze, a, 20, a, a, azt megtanultuk, hogy két kompetitív ö, ö, vízió volt sikeres a 19-20. század során. Az egyik a nemzeti vízió volt, a másik a szocialista vízió. Tehát a társadalmi egyenlőség az egyik oldalról most mindegy, hogy ezt megcsinálták ebben. A másik a nemzeti vízió. Ezek szelidültek, változtak, nem tudom mit. De ez a két, két, legfontosabb vízió. És a nemzet éppen ezért nem nélkülözhető. Sem 48 tekintetében, sem általában egy modern nemzetté politikai folyamatában. Nagyon heterogén társaság volt az, aki ennek a kezdeményezésnek az élére állt. Ugye akkor is úgy fogalmaztak, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. Ez a mai korból így visszanézve mennyire elképzelhető? Lehet-e március 15-e egy a politikai kurzusok fölött álló, ugyanennyire jobban a nemzetet összekovácsoló rendezvény? Részben igen, részben nem. Mert a magyar kulturális, a szekuláris kulturális kódunkban Benne van március 15. Nem csak azért, mert nemzeti ünnep, vagy nemzeti ünnepén nyilvánították, hanem azért, mert generációk nőttek föl úgyhogy tanultak 48 fontosságáról. Magyar mondás is van, amelyik jelzi, hogy ez milyen fontos, nem engedünk a 48-ból, ugye van ez a mondás. Az egyetlen nemzeti ünnepünk, amelyeknek személyre szóló szim, szimbolikája van, ezt kokárdának hívják. Tehát, hogy tédeki ki az ember. Vagy kiteszi, vagy nem, de mégis. Ez is hát, egy állásfoglalás. Igen, de hát augusztus 20 után az ez 20 kapcsán ez eszünkbe nem jut, hogy bármit kitegyünk, ugye, hogy kitegyük a Szent Jobbot, vagy mit mi, mi, mi csináljunk, ugye. Vagy, vagy És október 23-a kapcsán sem jut ez eszünkbe. Tehát ez egy kulturális kód, ez a március 15, ez itt van velünk, de éppen azért, amiről előbb beszéltünk, ez, mint ahogy a himnusz is, soha nem egyfelől kifejez egy közösséget, de máshol van egy kontextusa, és ezt politikailag mindig használni fogják. Tehát az én szememben nem bűn az, ha valaki a saját érdekei mentén használja ezt a dolgot. A bűn az lenne, amit egyébként a szocialista rendszer egy időben megcsinált, hogy ki akarja iktatni ezt a történetet. De hogyha szabadság van, akkor mindenki a maga módján értelmezgeti ezt. Az a lényeg, hogy ez olyan, mint egy közös szó a nyelvünkben, csak egy szimbolikus szó. Köszönjük szépen Gerő András professzor úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ha tetszett, amit láttak, akkor nyomjanak egy lájkot, like kövessenek minket a különböző közösségi oldalkon. Jövő héten újra találkozunk.